magunk között. Különböző pácienshez, olyan pácienshez megyünk, akinek esetlegesen szívritmus zavara van, akkor ezen tudja az orvos vagy a mentős analizálni, hogy most esetlegesen milyen szívritmus zavara van, és ebből aztán tudjuk a következő gyógyszereket adni. Ami szerintem jobban érdekel titeket, az a fotón ezt venni? Le, de most nincs fotón fotón. Nem baj. Ugye a különböző Dr. House és egyéb kedvenc sorozatokból defibrillálunk. Nem minden szívritmus zavart szoktunk defibrillálni, de most nem akarok belemenni, hogy melyikek. Két fajtát defibrillálunk csak. Mondjuk, hogy a páciens. Oda megyek. Itt és itt. És aztán megnyomom. És ezzel kap vagy 200 mennyit? Tehát elsősorban bekapcsoljuk, hát minden defibrillátornál van három lépés. Step 1, step 2, step 3, az aztán bekapcsoljuk. Választunk energiát, milyen energiával ütjük ki, mert a csecsemőt más energiával, ha a csecsemőnek adnánk 200 joule-t, akkor az már grill party lenne szerintem. Úgyhogy választunk energiát, és akkor föltöltjük, és ezekkel kiütjük, úgyhogy energia, föltöltés, ütés. Nagyon fontos, hogy senki ne érjen hozzá a pácienshöz, a páciens ne legyen víztócsába, például nagyon gyakran megtörténik az, hogy a hozzátartozók nagyon akarnak segíteni, és nem tudjuk, hogy honnan, de általában csinálják, hoznak egy vödör vizet, leöntik, a páciens körül egy jó nagy tócsa van, és akkor húzzuk el a páciens, és akkor kiabálnak, hogy miért viszik, már csináljanak valamit, már dejtjem úti elektrické soki. Úgyhogy mi történne, hogyha abban a víz tócsában kapna ezt a kiütést? Mi történne, mi gondolta? Hát mindenki, aki benne áll, akkor a páciens mellébe lefeküdne szépen. Úgyhogy ilyen dolgokra vigyázni.